élünk, mert ez nekünk a mindennapunkhoz nagyon kell. Ha nincs, akkor nem nagyon tudunk dolgozni. Ezt mondta a Kútvölgyi Szakrendelő gasztroenterológus főorvosa az új nagy tudású videóendoszkópos toronyról, amelyet a Hegyvidéki Önkormányzat segítségével tudtak beszerezni az Egészséges Budapest program keretében. Ez a program biztosította a hegyvidéki házi orvosi rendelők felújításához is a forrásokat. A közelmúltban adták át az utolsó Szilágyi Erzsébet fasori rendelőt, amelynek újjáépítéséhez a 300 milliós költségvetési támogatás mellé az önkormányzat is biztosított 80 millió forintot. Elmondhatjuk, hogy ma mindegyik házi orvosi rendelő, gyerek, illetve felnőtt házi orvosi rendelő példás módon föl van újítva. És ha már egyszer orvoshoz kell mennünk, akkor egy, ha nem is vidám, de mondjuk egy üde és megnyugtató környezetben tehetjük ezt. A belügyminisztériumtól kapott támogatásból és önkormányzati kiegészítésekből arra is lehetőség nyílt, hogy a Szent János Kórház Kútvölgyi szakrendelőjének szerezzenek be fontos eszközöket. A kardiológia eszközök átadása volt a múlt hónap története, most a gasztroenterológiánál vagyunk, endoszkópos torony áll itt mögöttem, aminek a megvásárlását a Hegyvidéki Önkormányzat intézte és adta át a Szent János Kórháznak, és jövő évben át tudunk adni a bőrgyógyászat számára lézereket, illetve fagyasztó készülékeket. A most átadott endoszkópos torony 56 millió forintba került, és az egyik legkorszerűbb eszköz az emésztőszervi, legfőképpen a vastag és végbelet megbetegítő kórok kivizsgálásában. A korszerű berendezés ezen kívül is sok elváltozás kivizsgálására alkalmas. Ha van egy gyomorvérzése, vagy egy bélvérzése, ha ugyanúgy ezzel ezt az eszközt nézzük meg, hogyha van egy bármilyen hasi panasza, akkor ezzel a vizsgálóeszközzel szoktunk dolgozni. Ha fölmerül, hogy például lisztérzékenysége lenne, egy vékonybél biopsziát akarunk menni, ahhoz is endoszkópos tornyot használunk. Tehát azért, vagy egy refluxbetegség, hát az is egy népbetegség, a lakosság 30%-a refluxos. Tehát ez mind endoszkópiát használunk. Magyarországon az emésztőszervi megbetegedéseket is népbetegségként kezelhetjük. Világelsők vagyunk azon a listán, amely a vastag és végbéldaganatban meghalt embereket tartja nyilván az összlakossághoz képest. Évente több mint 9000 élet megy veszendőbe, csak mert túl későn derül ki a betegség, amelyből beavatkozás hiány rák lesz. A főorvos szerint sokkal több életet menthetnének meg, ha a szűrővizsgálatok során hamarabb felfedeznék a polipokat, illetve más elváltozásokat, többek között a ma átadott eszköz segítségével. Jó minőségben tudunk képet rögzíteni. Ezek a típusú nagy tudású endoszkópok már alkalmasak arra, hogy úgynevezett kromoendoszkópiát, vitális festést végezzenek, annélkül, hogy valamilyen anyagot kellene fecskendeznünk, és például, hogyha látunk egy eltérést ezzel a kromoendoszkópiával megnézzük, akkor pontosabban tudunk mintát venni, tehát a diagnosztikában ez egy jelentős segítséget hoz. Ez egyébként rövidíti valamilyen szempontból persze az időt, de azért azt kell mondjam, hogy fél óránál gyorsabban egy beteget nem fogunk tudni megvizsgálni. A most átadott endoszkópos toronnyal információink szerint az elkövetkező években várhatóan 2000 pácienst tudnak megvizsgálni, illetve gyógyítani.